A törzsek száma kézainál ott van, 108. És a magyar történettudós, a Jámbor egyszerűen eldobja ezt a hihetetlen, fontos, szép emléket. A Györfi Gyurka azt mondja, hogy hát honnan tudta volna azt a kézai mester már 300-400 évvel a honfoglalás után, hogy hány magyar nemzetség volt. Hát tudta, a néphagyományból. Azt kitalálni nem lehetett. És Kézai meg nem ismerte a kelet kultúráját. Kínában 3 helyen jegyezték fel, hogy az új esztendei ünnepen, ami az évnek a szerencséjét fogja jelenteni, a férfiak külön vonulnak és áldoznak a 108 csillagnak. Hát megdöbbentett. Erről sehol se nincs. Az összehasonlító anyagomban máshol, hogy a csillagoknak áldoznak, hát ilyen nincs. Hát miért áldoznak a csillagoknak? Miért nem a napnak, a holdnak? Aztán lassan kezdtem kapni, mi ez a csillagok? Hát ez a halottaknak a lelke van a csillagokban, ugye? Hát azoknak áldoznak. És akkor egyszerűen csak, hú, mondom. Hát a hadak útja micsoda? A hadak, a nemzetségek. És az égen rengeteg sok csillag van, nem annak áldoznak. A te út ez a 108 csillag. Hát a nemzetségek őseinek áldoznak, attól kérik, hogy segítse a lelkük a túlvilágról a földön élő utódaikat. Nem? Hát a szarvasok éjszaka legelésznek, ugye? Úgy látszik, ott is félnek a vadásztól nappal, széjjel legelnek. De a szarvas bika azt mondja, hogy jaj, de rosszat álmodtam. Majdnem magyarul mondja. Csak a rossz az vogulul lul. Lul ulmel ulmejeszlen. Rossz álmot álmodtam. Ulmel ulmejeszlen. Mondja az ünő, hogy mit rosszat álmodtam? Hát azt álmodtam, hogy a mószhumpi, a magyar himfi, mósz a magyarnak, jön, és leszből le fog téged lőni a turul tollas nyilával, majdnem szórul szóra magyarul, turulj tavlen nyálmel. Azt mondja az ünő, hogy hát nem kell már félni, hát már nagyok a borjaim, már a hó tetején tudnak futni, ugye, ahol befagy. Hát elmenekülünk felső ég atyánkhoz. Hát nem lehet vele okosan beszélni, hát tovább legelésznek. A bika egy kicsit távolabb legelészik, és ahogy szétnéz, hát látja, hogy ott kúszik már feléjük a mószhumpi, már feszíti a turultollas nyilát, már lövés, már az ünő összeroskad, vörös fűszál sarjad belőle, ugye a fű. Akkor aztán menekül a bika, vezeti a borjait, a 7 borját. A 7 magyar. És rettenetes vágtába vannak, fél lábukkal rúgnak, elmarad a fenyves erdő. Másik fél lábukkal rúgnak, elmarad a nyíres erdő, mert óriási őskori lények. De a vadász sem mai gyerek. A szarvasi bika csak hallgatja, hogy már a tavalyi száraz gaj ropogása hallik már a léptei alatt. Hű, ha baj lesz, akkor aztán imádkozik felső ég atyához, hogy támaszon olyan hóvihart, hogy
elveszítse a nyomukat. Csak ugyan a hóviharba elveszti a nyomukat a vadász. Hát akkor visszatér az elejtett ünőhöz, és akkor látja, hogy micsoda óriási, hogy 30 folyó hosszába terül előtte. És akkor azt mondja, hát felső ég, atyám, hát én nem akárki vagyok, ugye, hát egy óriás, hogy alig bírtam ezzel az állattal, hát akkor hogy mi lesz az a kései elcsenevészedett unokáim? Hát azokat le fogja gázolni. Hát teremtsük már kisebbre. Hát vágjuk le a hátulsó, levágja a két hátulsó lábát, mert 6 lába volt. És akkor felső ég atya az égre tükrözi a szarvas képét, és hát most már 4 lábúan van ott. De sokszor azt magyarázzák, hogy tőle távolabb ott a halvány csillagokkal levágott 2 láb. És akkor a vadásznak a sítalp nyomát tükrözi az égre. A vadász az élve marad, ugye? Nagyon szép, teljesen természethű ábrázolása van az Onyegató melléki vízszintes sziklatában. Ott a tejút, a sítalp nyomok, megszakított nyomok, mellette a síbotok nyomai, minden. Az Uralba ott festett képek vannak, függőleges sziklafalok. Ez valószínűleg már magyar ábrázolás. Itt már a vadász és ember alakban a szarvas, a tejút vonala. Hát nem könnyű felismerni ezeket, lassan-lassan lehet felismerni. Itt a térképen mutatom az urali, meg a finnországihoz közeleső leleteket, a sziklarajzokat, és a magyar Himfi családnak a címerében is ott van a szarvas, meg a nap és a hold. Ez talán a népművészetben is élt, a sárközi főkötőkön ott van a szarvas képe, előtte a nagy tó képe, ami hát a nap képével is azonosul, hiszen a nap tükröződik a tó vizében. Más egyéb mítoszokkal is társult, itt már a szarvasnak a szarván egy ember alak áll, a nap asszony képe, ami Szibériában szintén előfordul. Ez pedig egy kalotaszegi hímzés, az egyetlen kalotaszegi hímzés, ahol állatalak is van rajta, a szarvas. Publikálták, nem én találtam ki. Hatvanas években foglalkoztam aztán a román Kolinda költészet, meg egyéb költészet magyar emlékeivel. Mert ott meg úgy történt, megint egy véletlen, hogy Bajára kerültem. Szerencsés üldöztetéseim során, ugye, mert Gyulán már kiszerkesztettek az 56-os fehér könyvbe. Már Baján voltam, és akkor ott a gimnáziumi könyvtárnak a gondozója, egy fiatal tanár, beszélgetünk, említem neki, hogy hasonlítanak a román nép dalok, ezek az epikus dalok, a Vogulra valami emlékeztet, de mondom, abszurdum, hát miközben a románoknak a Vogulokhoz. Hát, hogy ő náluk megvan a könyvtárban a Munkácsi gyűjteménye, a Vogul gyűjteménye, és elhozza nekem. Mondom, hogy nem, ez abszurdum az egész. De ő erősködik, hát jó, hát hozzá. Hát akkor föllapozom már, hogy mire is emlékeztet engem ez a göncölszekér mítosz a szarvassillag. Hát majd hanyat esek szinte szóról-szóra ugyanaz a történet, csak itten a románoknál lovas vadászat, ott a voguloknál meg sítalpakon üldözi a szarvast. Ki va yu vi ya va yu vi ki va yu vi ya va yu vi de bu shang yu bi yi meng ba yo ma ne gam si li ki va yu vi.
nang yo bi a yi mung pai khom si lu dam hi khun de go o ri me da yo ra tan nu man ga le yo le dal nu Roman kulindabo ezzel kezdődik az a történet, hogy fenn a havasokban nagy havazás volt, itt a völgyben csak eső volt, és itt a mi falunkban csak egy csepp harmat, de abból a csepp harmatból halastó keletkezett, és a halastó mellett ott legelésznek a szarvasok, és a szarvas, fiatal szarvasbika kérdi a kis szarvas ünő báránykát, hogy miért nem legelsz, miért nem iszol, hát nem ízlik, hát jó, friss a fű, friss a víz is, hát miért nem? És akkor a kis báránka, ünő báránka azt mondja, jó, és az persze, jó, csak hogy ti nem tudjátok, hogy én milyen jelt kaptam, ezt mondja, szemn, a szignumból, ugye. Hát mi az álomba kapnak ilyen jeleket, hogy készül a vadász, ellenünk, már abrakolja a lovát, már kapatja az agarát, már a sólymát készíti, és holnap reggel kinyargalnak és halálra üldöznek bennünket. Hiába menekülünk el a sziklás hegyekig, ott ki lesz a sólyma meg, hogy hol vagyunk, kikaparnak. Hiába ujjunk a sziklák közé, a szák közé. Erről aztán nekem, hát mégiscsak magyar vagyok, hát nem kerülhettem el, hogy eszembe ne jusson, hogy a Dunántúli regősénekekben ugye a csodafiú szarvas, hogy hát nincsenek sem. És akkor egyszerre csak előbújtak az. Csak három helyen énekelték Vas és Sopron határán azt, azzal kezdődött az ének, hogy amott keletkezik egy halastóállás, amellett legelészik, az körül fogja szép zöld pázsit, azon legelészik csodafiú szarvas. Hát ez még kevéske, de ugyanúgy kezdődik, mint a román a halastó keletkezésével. Akkor előkerült egyetlen egy faluból egy szövegváltozat, ami azzal kezdődik, hogy amott keletkezik egy ékes nagy út. Hű, mennyit törték a fejüket ezen a magyar folkloristák, Vikár Béla is, meg mások is, hogy mi ez az ékes nagy út. Ezt összekapcsolták egy egész más román kolindával, ott is van, hogy az égből jön egy út, ugye, de akkor, hogy Jézus Krisztus szarvas képében jön le az égből Szent István királyhoz. Ezt összekompromitálták különböző variációkban. Hát semmi köze. Hát mondom, ez az ékes nagy út a vogoloknál ott van, hogy a tejútat akkor kell, az a vadásznak a sítalpnyoma. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy szép éneket mondanám kegyelmöknek, ha tetszenék, mondjuk-e vagy ne? Mondjátok! Ahol keletkezik egy ékes nagy út, amellett keletkezik egy halastó állat, hely!
regi rejter, az is felfogá, az aprósásacskát, arra is rászókék, csodafiú szarvas, hely regi rejter. No, ha kimennél, uram, Szent István király, vadászni, madarászni, de ha nem találnád, sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál, csodafiú szarvat, hely, regi rejtem, ne sés, uram, Szent István király, az én halálomra én sem vagyok, vadlövő vadat, hanem én is vagyok, az Atya Istentől hozzád követ, hely, regi rejtem, homlokomon vagyok, örkelő fényes nap, oldalamon vagyok, ahogy elég szép volt, jobb esémen vannak az égi csillagok, hely, regi rejtem. Szarvam vagyon, ezer vagyon, szarvam megyén vannak, százezer sövények, gyulasznak, gyulasznak, holtatlan alusznak, hely, regi rejtem. Hely, bárkit adjuk, földgáli rendnek adjuk, fenyvesi Miklós adjuk, hely, regi rejtem. Adja Isten, hogy több Szent István napját is megérjessük, nem búval bánottal, hanem örvendetes napokkal. Dicsérjük a Jézus! Magyar ősepika rekonstrukciós kísérletei zátonyra futottak hosszú generációk óta, és nagyon kevés olyan megalapozott összehasonlítás létezik, amely tulajdonképpen képes arra, hogy átugorva ezt az évezredes távolságot bebizonyítsa, hogy ez valóban a magyarságnak az ősi kultúrkincse, műveltségének a része volt. Tehát itt említhetnénk Arany Jánost, Sebestyén Gyulát, vagy akár az utóbbi mondjuk úgy 30-40 év távlatából képes Géza rekonstrukciós kísérleteit, akik mind az obi-ugor népek epikájából és a török népek epikájából próbáltak egy olyan válogatást közreadni, amelyet esetleg egykor a magyarság is ismerhetett. Lükő Gábor volt az, aki zseniálisan meglátta, hogy a szomszéd népek folklórjában is lehet és kell összehasonlító anyagot keresni. Ő már 1947-ben felhívta a figyelmet például a román folklór jelentőségére, a magyar ősepika tanulmányozása szempontjából. Egy kétnyelvű kiadványsorozat első kötetében, ez a Debreceni Magyar-Román Baráti Társaság kiadványsorozatának a kötete volt, a Nap lakodalma címet viselte, amely elsősorban román népballadákat adott közre két nyelven. Lükő egyébként Bartókot követte ezen az úton, hisz Bartók maga mondta ki azt az alaptételt, hogy a szomszéd népek folklórja nélkül a magyarországi folklór sem érthető meg, és több mint 3,500 román népdalt gyűjtött, de Bartók gyűjtőterülete alapvetően az erdélyi románság volt. És a sajátossága a finnugor folkloralkotásoknak, amelyeket megőriztek a román archaikus folklór költészeti alkotások, hogy ezek a történeti Magyarország határain kívül maradtak fenn. Tehát elsősorban Havasalföldön, és a két világháború közötti időszakban be kell látni, hogy borzasztó nehéz volt Havasalföldre eljutni magyar kutatónak. Lükőnek is csak úgy adatott ez meg, hogy Bukarestben végezhetett tanulmányokat, és Dimitrij Guszti szemináriumának kiszállásain részt vehetett Besszarábiában és Havasalföldön is, folklorgyűjtésen, szociológiai terepmunkában, így közvetlenül kapcsolatba kerülhetett a havasalföldi románsággal is. De természetesen ezeket
a népköltészeti alkotásokat gyűjteményekből ismerte meg maga Lükő Gábor is, és csak lassan-lassan jutott arra az eredményre, hogy a romániai kolindák, amelyeket karácsony és újesztendő között énekelnek, és nagyjában egészében rokonítható a magyarországi regölés népszokásával, ezekben olyan ősi, archaikus, vogul, obiugor vonatkozású témák is fellelhetők, amelyeket a románság csak a magyarságtól vehetett át. Eljöttek, eljöttek, Szent István szolgái, régi szokás szerint szabad megtartani. Hajrá, gerlejtje, azt is megengedje a Teremtő Isten. Adjon az Úristen ennek a gazdának, hat jó ökröt, a hat jó ökör mellé két jó béres, a kisebbik béresnek a ranyesztek lenyelek, a nagyobbik béresnek a ranyos tornyelek. Hajra, gerlejtje, azt is megengedd te a Teremtő Úristen, adjon az Úristen ennek a gazdának száz kepe búzát, száz kepe arpát, száz kepe hajdinát. Hajrá, gerlejtje, azt is megengedte a Teremtő Úristen, adjon az Úristen ennek az asszonynak annyi tojást, annyi csibét, mind az égen a csillag, mind az égen a csillag. Hajrá, gerlejtje, azt is megengedte a Teremtő Úristen, adjon az Úristen ennek az asszonynak annyi táját, annyi vajat. Balaton bajosok mű, Balaton bajosok mű, hajrá, gerlejtje, azt is megengedte a Teremtő Úristen. Egyszer feljöttem vidékről Pestre, a Néprajzi Múzeumban is mindegy dolgom volt könyveket nézni. Megszólít teljesen ismeretlenül egy fiatalember, hogy nem lennék szíves neki tolmácsolni ott egy-két oldalt egy román szövegből, valami tanulmányból. Mondom, hát szívesen megteszem. Akkor hát mivel hálálja meg nekem, hát megmutat nekem egy lengyel könyvet, amelyik a román és a szláv kolinda költészetet hasonlítja össze. Hát mondom, nem lengyellel sohasem foglalkoztam, nem értek én abból semmi. De ő rám tolkodik, hát mindenáron valamivel honorálni akarja. Hát vigyem haza, nézzegessem meg. Hát felfedeztem, hogy a lappali jegyzetekben ott román forrásokat idéz, amiket én is használok, meg a birtokom is. Hát azt nézem, hogy miket így. És miket mond, aztán kezdtem, hát volt egy lengyel-német zsebszótár. Hát kiderült, hogy megállapította, hogy milyen témák szerepelnek a román kolindákban, amelyek a különböző szláv népeknél. És akkor némelyik román témára megállapítja, hogy ez nem szerepel a szlávoknál. Nézem, hát pont ami engem foglalkoztat, a göncölszekér, a szarvasfű. Hogy ez nem szerepel. Hoho, mondom, hát ez fontos. A negatív adatok is fontosak, nem csak a pozitív. Akkor kezdtem el, aztán komolyan foglalkozni. Hogy itt megvan. A Vaszilkát is megmondtam, nincsen meg a szlávoknak. Szent Vászolj, ugye? Szent Vaszilje, kolindái. Havasalföldön hemzsegnek. Egy román
teológiai tanár, Györgye Kuku, megvan itt a gyűjteménye, 200 kolindáját, már Braille-ról adta ki a halála után, a diákjaitól gyűjtötte össze az ország különböző részeiből, ott voltak a diákok. Mint tudta gyerekkorából ezeket. Mint följegyezte, kijötte. Nézem, hát Erdélyből ugye két nagy kolinda gyűjteményünk van, a Bartóké meg a Drögoé. Hát nincsenek Szentvászói kolindái. De nézem aztán, Bartók gyönyörű, szép, tematikus, variáns bibliográfiát közöl, mint a saját. Hogy őnála szerepelnek ezek a havasalvi kolindák, de máskor. Ottan nem Szent Vászoly, hanem Szent Péter a főszereplő. Erdélyben ez volt általános. Szent Péter a mennyország kapujába, ugye a kulcssal, hát ő a kapus, ott sírdogál. Hát kérdi tőle az Úristen, hogy mi baj van, Péter? Mondja, hogy hát bevallom, hogy nagy bűnt követtem el, elaludtam a kapuba. És közben belopódzott az ördög a kapun, és ellopta a napot meg a holdat, és azóta ugye sötétbe borult a mennyország, és a pokol meg gyönyörűen ki van világítva. Hát az Úristen megsajnálja Pétert, és azt mondja neki, hogy na ne sírj, majd visszaszerezzük a napot és a holdat, majd elküldöm én Illés prófétát, és az majd a mennykővel, meg a villámmal majd visszaszerzi. Ez az erdélyi. Havasalföldön megismer. Ott a kolindálók szembe találkoznak Szent Vászollyal, Vasilije. Fekete lovon jön, és törött karddal, meg törött dárdával, és sír. Hát kérdik tőle a kolindálók, hogy miért sírsz? Hát akkor elmondja, hogy mert az ördög ellopta a napot és a holdat, és hát azóta sötét van a mennyországban. És hát én elindultam, hogy visszaszerezzem a napot és a holdat, de hát pórul jártam, mert megvert az ördög, és eltörte a kardomat. Másik faluba megint találkoznak a kolindálók Szent Vászollyal. Megint sírva kérdezi a kolindálókat, hogy nem találták-e meg az ő koronáját, mert az ördög ellopta a koronáját, és hát azt keresi, de nem találja. És akkor a kolindálók azt mondják, de mi megtaláltuk, de nem adjuk vissza neked, mert házasulom, hogy férhez adni való lánytestvérünk, húgunk van, és hát annak kell az esküvőjén megkoronázzák a romát. Ilyen témák vannak. Akkor hát én azt gondoltam, hogy ez a nap és a hol elrablása és Vászollynak a sírása, ez már az ő megvakítása, a nap, a szemevilágát vették el, annak a szimbóluma, hogy a nap és azért sír. Hát így próbáltam, hogy ugyanaz a téma, ugye, egy szerepe, hogy a románoknál Vászollyt is azonosít. Na most megint figyelembe kellett venni a történelmi, meg a helynév adatokat, hogy Vászollyt miért vitte fogságba Szent István Nyitrába? A legtávolabbi helyre vitte, hogy a görögök ki ne szabadítsák. Mert görögök voltak Vászollynak az apja is, Mihály az görög név, és Vászoly, Bazilios, az görög. Szent Istvánék nem lázadás miatt, hanem mert az idegen érdekszférába csatlakoztak a görög világhoz ezek. És ott van az Aldunánál Mehedinc, Mehádia,
azok mind Mehald volt a régi világban. Az Mihály volt. És most előkerült egy bizánci görög oklevél 1060-ból, hogy Mihály edesszai arhon, az már ott van Albánia határán, ez az Edessa, fogadja a magyar rabságból szabadult fiát, Bazilioszt. Az Iszter melléki görög arhont fejedem, helytartót. Azt arhon parisztrion. Tehát Mihály az apja lehetett az első görög fönnhatóságot is elismerő magyar helytartója Bizáncnak. És aztán az később beköltözött a Balkán belső részére, és akkor helyette a fia lett az arhon parisztrion, a Duna melléki arhon. És azért fogadta el István király, és vetette fogságra Nyitrán. Hát így kell valahogy összekombinálni, egyeztetni az adatokat, hogy miért emlegetik a román kolindák Szent Vaszilt. Miért keresi az ott az elvesztett koronáját, vagy az elvesztett szemevilágát, a napot és a holdat? Ezeket írtam meg. Hát így lassanként kezdtem összeszedegetni. És akkor kiderült, hogy hát egy csomó más téma is ott van. Hát a disznóének, a vogul medveének ott van a románoknál a disznótorva, a disznóra húzva. És akkor kiderült, hogy ez a Tonuzoba elevenen eltemettetésének az emléke. Kiderül, hogy az Obi-Ugor medvetor motivumaiban, részleteiben megegyezik a román disznótor szokásrendszerével. Nagyon érdekes módon a vizsgált dallamoknak egy része is hasonló, sőt, egy részük megegyezik a román vaszilka dallamokéval, és mindkét területen megtalálható az a szokás, hogy amikor megölik a medvét vagy a disznót, akkor a fejét levágják. Az obiugorok, a vogulok és az osztjákok a medve bőre és a feje előtt áldoztak és mondták el az énekeket, és így engesztelték ki tulajdonképpen a medve szellemét. Hogy hogyan kerülhetett át az obiugor medvetor szokása a disznótorra, ezt megint csak az magyarázhatja, hogy ez a szokásrendszer a honfoglaló magyarság körében még ismeretes kellett, hogy legyen, és csak a honfoglaló magyarság lehetett képes arra, hogy a románságnak ezt a szokásrendszert átadja, illetve a román kultúrának ez a befogadó és megőrző, konzerváló jellege, hogy fenntartsa ezt a szokást. Lükő tehát feltételezi, hogy ha besenyő eredetűnek tekintjük Tonuzobát, ahogy ezt a történészek egy része teszi, akkor a magyarság ezt a disznókultuszt egy betelepült török eredetű népcsoporttól vette át. És a magyarság volt az, aki ezt a disznókultuszt átvette, és az obi-ugor medvetor szokásrendszerét a disznókultuszra vitte át. Ez tulajdonképpen az a motivum, amelyet a legtöbb kutató figyelmen kívül hagyott, amikor megpróbálta változatlan formában feltalálni az obi-ugor medvetort a honfoglalást követő magyarság életében, szokásaiban, folklóriában. Lükkő volt az, aki zseniálisan bizonyítani tudta, hogy itt nem lehet kizárólagosan a totemállat szerepét alapul venni, hanem az egész szokásrendszert kell vizsgálni, és erre ismét a havasalföldi román folklór rendkívül konzervatív jellegű darabjai hívták fel a figyelmét, nevezetesen a vaszilkaének és a vaszilkajárás, és ez irányította rá a figyelmét még egyszer arra, hogy megvizsgálja a krónikákban ennek a szokásrendszernek a hagyatékát.
Tanúz Obának a eleven eltemettetését, azt a magyar nép nem olyan könnyen fogta föl, mint ahogyan a Szent Istvánék. Anonymus ezzel fejezi be a krónikáját, ugye? Hogy István király mindenkit megtérített az igaz hitre. De Tonuzoba ez makacsul ragaszkodott a pogánságához. Hát mit csináljon szegény Szent István? Hát elevenen eltemettette. Így fejezi be Anonymus. Szettonozóba infide vánusz a hídben gyenge. Noluitesse Christianus nem akart keresztény lenni. Szett cum uxore vivus, hanem feleségével együtt elevenen ad portum obád est sepultus. Az abádi révnél eltemettetett. Hát először borzasztó volt rám a hatása, hogy elevenen eltemetkezés. Aztán jöttem rá, hogy ez a rituális eleven eltemetkezés volt, ugye? De csak nem jól eshetett ezt Tonuzobának. Még halaszhatta volna. Lükő az összehasonlító folklórkutatások eredményeit úttörő módon a magyar történeti múlt feltárására is alkalmazta. Igen érdekes, ahogy a honfoglalás követő századok hagyományait, a krónikákat megpróbálja újraértelmezni annak a fényében, amit az összehasonlító folklór számunkra nyújt a történeti vizsgálatokban. Éppen ezért nagyon érdekes, amikor a disznótor szokását megpróbálja kapcsolatba hozza Tonuzobával. Gombot Zoltán kutatásaiból tudjuk, hogy ugye a Tonuz Oba az vatkon apát jelenti, tehát egy totemisztikus eredetű név, amely egészen a 15. századig létezhetett ennek a legendája. Tonuz Oba élve eltemettetéséről Anonymus tudósít minket. Ugyanakkor a Hildesheimi évkönyvből azt is tudjuk, hogy Imre herceg halálát egy vatkan okozta. Magyar krónikások ezt nem említik, tehát Lükő ebből arra következtet, hogy nagy valószínűséggel Tonuzoba bosszújának tartották Szent Imre herceg halálát, mint ahogy István király halála után bekövetkező gyászos eseményeket is, Orzeoló Péter uralmát. Ez mind-mind egyeztethető az obiugor, medvetor és a medve ritusok szokásrendszerével, ugyanis az a medve, akit nem engeszteltek ki, az bosszút állhat, és az a medve, akinek a mancsához vértapad, tehát az embereknek kárt tett, az tulajdonképpen megölhető és elpusztítható, de ugyanakkor, hogyha nem engesztelik ki a medve szellemét, itt most ezt lehet helyettesíteni Tonuzoba szellemével, akkor ez a szellem visszatér és bosszút áll. A magyar történelemre alkalmazva, tehát Lükő megpróbál párhuzamot vonni a korabeli hiedelemrendszer, a korabeli szokásrendszer és a történeti események hivatalos és népi értelmezése között. Ha medvét nem engesztelték meg egy torral a medveülés után, akkor az visszajött. Vagy egy eleven medve képében egyszer, mikor a vadász megint az erdőbe járt, akkor kirohant és akkor nem tudott ellenállni neki, akkor megölte a vadászt. Akkor ez jogos volt a medve részéről, akkor nem kellett megbosszulni. Vagy pedig betegség képében. Vannak ilyen Vogul, meg Szamojédének is, hogy a medve torát már nem üli meg a vadász. A bőrét oda a kamerába vágjátok oda. Ez csak rettenetes betegségbe esik. Jönnek a kuruzslók, gyógyítanák, de nem tudja senki meggyógyítani. Akkor aztán eszibe jut a vadásznak. Ohó, nem ültük meg a medve torát. Ez a medve bosszúja. Akkor aztán
előkeresni a medve bőrét, föl ékesíteni, ugye, megrendezni a medvetort, minden nagy ünnepség. És akkor nagy nehezen kezd gyógyulni a beteg. Hát Tonu Zobánál is ez lehetett, ugye, mi történt Szent István halála után? Jött a Tonu Zoba bosszúja. A Péter uralkodás, az cirkuszok. Miért éppen Gellért püspököt taszították le a hegyről? A többit nem bántották. Mert velencei volt Gellért püspök is, és velencei volt Péter is. Ezeket össze kell kombinálni, ugye ez nem más ember, másképp. Nem, ugyanazok az emberek. A disznótort miért üljük meg? A disznótort, a Tonu Zoba tiszteletére, engesztelésére. És ugyanaz a románoknál a vaszilka éneket a disznótoron mondják el. Pomána porkului, ugyanaz, mint a halotti tor. Pomána mortului, a halott tora, és pomána porkului, a disznótora. És ugyanolyan babonás szertartások, amiket én ott mind fölcsorolom. A Tonu Zoba emléke ott maradt meg Torna megyében. Torna váralján a templomba be van falazva egy nagy, 1406-ból származó sírkő, gyönyörű szép címerpajzs, ilyen pólyás, csak a legfelső pólyában van egy kis görög kereszt. Akkor fölötte ott van a lovagi sisak, de a sisakra rá van húzva egy disznó feje, a bőre a nyakán leszaggatva ráborul a sisakra. A disznó fejébe bele van ütve egy tőr fölülről függőlegesen. A tőrnek a díszes markolat végén egy görög kereszt, ugyanolyan, mint lenn. És rajta van a disznó bőrén is, így a nyakán, itt alatt elszaggatva a bőr, ott van ugyanaz a kereszt. A tőr pedig bele van ütve a fejébe, és itt lejjebb kijön a nyakán megint a hegye. Hát ezt csak Tonu Zoba erőszakos megkeresztelésének tartottam. Tonu Zoba az Aba nemzetséggel függ össze. Mert ott volt Aba vára, később, mikor Aba Újvárat is megépítették, akkor lett Aba Újvár megye, és akkor Sáros megye, ebből az Aba megyéből szakadt le később, ez a Györfi Gyurkáig már megáll. És a Sáros megyéből szakadtották le Tornavár megyét. És ott Tornavár megyén maradt meg a síremléke Tonu Zobának még az emlékezete. Ott még tartották az eredeti totemállatot, a disznót. Egyebütt már a sasra változtatták Aba Újba. Másik téma is van. A magyar hunmonda, ami a gázlong, a vízen keresztül vezet, az is megvan. De csak Havas-Alföldön. Havas-Alföldnek is inkább a keleti részébe. Ott jegyezték föl számos variánsát, idézgetem egy sereg variánsát, ami még az előtt, hogy én írtam, azóta még publikáltak újabbakat.
Még egy téma van, a hattyútündér. A nyék, a hattyú neve a finnugor népeknél. Ezt a nyelvészeink nem vették észre. Teljesen lehetetlen módon próbálták a nyék nemzetség nevét magyarázni. Jük a cseremiszeknél, jükső képzővel ellátva a hattyú neve. Az észteknél luik. A finneknél már általánossá vált egy eltorzult neve, Jóutsen. De a mítikus szövegekben, a Kalevalában még Jóukohainen, Jók, a lyuk, Jók, nyék. Sziklarajzokon, az Onyegató mellett, az Uralba, gyönyörűen ott vannak a hattyútündér. És a románoknál egy gyönyörű szép kolinda szöveg, a hattyútündér az égből leszáll, a nyék urfihoz, a nyékek havasára. A nyék urfi el akarja venni feleségül, de feltételeket szab, hogy hozza le neki a mennyországból a szépen szóló madarat, és a mennyország koronáját, hogy azzal koronázzák, mert a románoknál az esküvőnk megkoronázták a fiatal párt. És akkor fölmegy a nyék urfi a mennyországba, és ottan Szent Vászholy fogadja, sem véletlen, mert a Vászholy kolindájot van. És az aztán meghallgatja, odaadja neki a madarat is, meg minden, és akkor megkapja feleségül a hattyútündért. Na most a nyegói havasnál ered ez a fogarasi havasok, az Árgyes folyó, amely mellett az első román fejedelemség kialakult, és az egyik első román fejedelemnek a sírjából kiástak egy gyönyörű szép aranycsattot. Már gótikus palotát ábrázol, sok tornyocskával minden, és egy bemélyedő erkély van rajta, és ott van a hattyú, de a hattyú nyakán egy női mellkép. Az emlői, az női arc, hallja szépe. A nyék tündér, a finnú, hattyú alakban. Gyönyörű. Csak véletlenül egy nagy román történelemkönyv, Giurescu, amikor én ott diák voltam, akkor professzor volt Bukarestben, akkor jelengettek meg a román történelem több kötetet. Ott van a középkori kötetben egy fénykép erről a palotáról, hát egész kicsi, közben ott látszik a hattyútündér. De azt is megmondja, hogy a hattyú az nem aranyból van, az valami bronz, vagy nem tudom, mi lehet. Tehát az régebbi lehet. Később tették bele. Ott van a hattyú tündéri, ott van a hattyú kolindami. A magyar emi. Mert a nyék nemzetség, a nyék törzs volt az uralkodó, amikor először a görögök hallottak rólunk. A görögöknek a listájában az első, utána következik a magyar. Ez sikertelen hadjáratot vezetett, tudjátok, a honfoglalás előtt a besenyők ellen. A besenyőket bérelték fel ellenünk, hogy is volt a dunai bolgár törökök. Az első bolgár állam, az a bolgár török állam. Tehát a besenyők támadtak minket hátulról, mert minket meg felbéreltek a bizánciak a bolgár törökök ellen. És erre a bolgár törökök meg a hátunk mögött a besenyőket bérelték fel. Akkor mi vereséget szenvedtünk a besenyőktől, még Kijev alatt, ez az akkori vezetőknek a bűne volt, hogy az a szellemek, a szellemi hatalmakat nem jól idézte meg. Mint a kínai császár is felelős volt a jó termésért, minden. Akkor
A nyék nemzetség vezetőit valószínűleg halálra ítélték, és azok menekültek, és úgy menekültek oda Argyes tájékára, ahova én már észrevettem, hogy egyéb török népek is, amelyek letűntek, a vezetőik oda menekültek, mindaz egy szöglet volt ottan a kevésbé esett útjába a népvándorlásnak. Hát valami ilyesmi, próbálom ugye a magyarázatát is megkeresni, hogy hogy kerültek oda ezek a románok. Tehát mi nálunk már a nyéknek nem maradt fenn ilyen mítikus ideje, se az Achtonnak, Ajtonynak. De a honfoglalás korában még ott volt, még az figyelembe vendő ellenpólusa volt ugye az Árpádoknak, akik nyugat felé érdeklődtek. Hát azokat kellett eltenni láb alól, Mihályt, a másik felet, és Vászolyt. A nyék nemzetség történeti vizsgálatánál Lükő egy egyedülálló módszertant vezetett be. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor rábukkant először a nyék név ősi jelentés rétegének a meghatározó alakjaira a finnugor népcsoportoknál, akkor ezt megpróbálta összevetni azokkal a folklór alkotásokkal, amelyeket szintén havasalföldi románságnál talált fel, így a nyékúrfi kolindájával, az ott fellelhető régészeti anyaggal szembesítette ezeket. És hát természetesen a kiinduló pontja az a helynévanyag elemzése volt. Ami tehát egyedülálló Lükő vizsgálataiban, hogy több tudományág eredményeit ötvözve egyszerre alkotó módon próbál meg olyan őstörténeti, ősepikai, néprajzi, folklorisztikai kérdésekre új fényt vetni, amely egyébként egy tudományág eszközrendszerével már nem valósítható meg. Ez mindenképpen megfontolandó és önálló lükői módszernek tekinthető. Csak azért indultam el Romániába, mert annyit el kellett fogadnom Bartók és Kodálytól, hogy ott a székelységnél van ugye a legrégiesebb réteg a Pentatonnal. És hogy a románsággal együtt élünk, hát hogy annak is különleges zenéje van, hát meg kellene ismerkedni vele. Hát ugye Bartók is már fölnőtt korában tanult meg románul. Hát akkor én még fiatalabb vagyok, hát én is megtanulok. Hát tájékozódni kell. Én csak ebben indultam el. A pentatónia volt az, hogy na, ez csak ugyan keleti, ez Kínáig megvan. Hát akkor most már lássuk, hogy hát egyéb is, hát föltehető, hogy egyéb is megmaradt. Mert kultúra nélkül ember nem lehet. A kultúra micsoda? Az, hogy különbözőképpen tudok viszonyulni másokhoz. Ha a hangulatok uralkodnak el rajtam jókedvűen, akkor danolok. Ha szóba megfogalmazom, akkor szóba. Ez később, már az 50-es években foglalkoztam a lírai szövegek, hogy egészen más stílus a szlávoknál, meg a románoknál, mint a törökös, a magyar. A legvégén mertem csak arra gondolni, hogy finnugor összefüggések is lehetnek. Tiszta portyákon, keresztél angyalom, csendes folyó víznek, csak zúgás az hal. A folyó víz volnék,
Most a legvégén jöttem rá arra, ezt már mondogattam, azt hiszem, hogy mi a magia az egész magyar kultúrának. Hogy ez a birtokos személyrög, ez a konkrétizálása a tárgyaknak. És a feleim, a konkrétizálása a társas viszonyulásnak. Fizikai világhoz az egész, akkor fizikai világ vagyunk mi is, a birtokos személyrög szempontjából a konkrétumokat nézzük. És a másik, a lelki világ, a kultúra, a társas lélek. Hogy nem futó kapcsolatok van, hanem szerves felek vagyunk. Egy szerves egységnek a felei. A magyar kultúrának a felei vagyunk. Érteni kell magyarul. Tartozó kötelességünk megtanulni, ha már magyaroknak neveznek bennünket, hogy értsünk is magyarul. Mert úgy vagyunk igazán magyarok, emberek is, felek. Én nagyon megszerettem a románokat, és ragaszkodom hozzá, hogy a románok nélküli fél emberek vagyunk, ahogy Adi megmondta. Fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyenkaloda. Ezer évig felei voltunk egymásnak, most már nem tudunk megélni egymás nélkül. Szeretni kell egymást, nem csak hidegen ismerni, szeretni. Egy kicsi madárka hozzám kezd bejárni, virágos kertémbe fészket kezd el rá. De azt az irigyék észre kezdék venni, kicsiny madár fészkét széjjel kezdék hánni. Madárka, madárka, te kicsi madárka, menj el az én rózsám üvegablakján. Ha nem tudod, hol vár, kérdezz a szomszédját, megmutassa neked Pázsintos udvarát. Pázsintos udvarán sétáló gazdáját, ablakjában kinyílt csokros tulipántját. Átokul meghagyom minden éjfiúnak, ne tartjon szeretét titokba magának. Mert én